Most ismételten 2 perces felszólalásokra kerül sor. Elsőként Apáti István képviselő úr, a Mi Hazánkból, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót. Rögtön válaszolnék is Béci képviselő úrnak az előbbi felvetésére, hogy igazságos béke, meg általában béke, hogy mikor lesz béke, vagy milyen béke az igazságos. Hát talán az a legjobb kifejezés, hogy fenntartható és betartható béke kell. Ehhez pedig az egyességen, a kompromisszumon, az alkufolyamatokon keresztül vezet az út. Az, hogy igazságos vagy igazságtalan, az nagyrészt azt határozza, hogy milyen nézőpontból nézzük, vagy melyik fél tartja kevésbé igazságosnak, vagy kevésbé igazságtalannak az adott feltételeket. Ehhez pedig az kell, Gréci képviselő úr, hogy Zelenszky elnök urat az Amerikai Egyesült Államok és a CIA kamu harcos üzemmódból békegalomb üzemmódba kapcsolja át. És hogyha ez a váltókapcsoló átfordul, akkor talán jó irányba haladnak a folyamatok, hogyha az Egyesült Államok is áldását adja arra, ami mindannyiunk szerint, minden normális ember szíve vágya, hogy békét kellene kötni, hiszen egészséges, normális gondolkodású ember azt szeret, hogy 10 perc múlva beállna a béke, vagy legalább 10 perc múlva beállna a tűzszünet, aki a véres háború folytatása érdekében mond valamit, vagy cselekszik, az nyilvánvalóan valószínűleg beteg, vagy hátsó szándékok vezérlik, de ahhoz ezeknek a feltételeknek kell bekövetkezni, amikor majd Biden elnök úr és az adminisztrációja úgy gondolja, hogy az ő szempontokban elérkezett az ideje, és elkezdődnek a tűzszünet, meg aztán a békekötés folyamatai, akkor van esély a békére. Nem Zelenszky fog eldönteni, nem az ukrán vezetés, az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország között fog eldönni, ez egyébként teljesen világos, és hosszú távon, nem hosszú távon, véglegesen fenntartható és betartható béke kell. Ez minden normális, egészséges ember érdeke. Köszönöm.